Üdvözlök mindenkit, Van Colors vagyok, és ez egy újabb Redstone tutoriál féleség-szerű videó lesz, melynek tárgya egy sokkal komplexebb, ugyanakkor, hát nagyjából ugyanolyan alapcélt szolgáló rendszer lesz. Hát Survivalben nem használható, ez sem sok mindenre, ahogy a Counter se, ugye az előző videóból, amit nem én vettem föl, de azért megépítettem. És akkor kezdjünk is bele, ez egy random jelgenerátor, megnyomjuk a gombot, mindegyik dispenser, ami igazából dropper, kidob egy hüllőt, és egyszer csak le fognak esni, és ki fog adni egy random nevet, amit majd látni lehet ott, ahol a kommandok meg szoktak jelenni. Na most, a random jelgenerálás, hát egy eléggé nehezen megvalósítható dolog Minecraftban, hogyha nem akarunk pseudo-random dolgokat. Komoly? Nem komoly, csak laggol a gépem. Egy ért le. Béla, ki is dobta Béla. Ez a command block kapott jelet, mint látszik a repeatereken, mindegyik lokkolód, és hogyha ide jövünk, megnyomjuk a gombot, akkor reseteljük az egészet, és megnyomhatunk még egy sorsolást, megmutatom, reméljük nem Bélát dobja ki, de utána megyünk tovább és megépítjük. Tehát a random jelgenerálás a Minecraft-ban elég nehezen megvalósítható dolog. Erről már Siriusnak annó nagyon régen volt egy videója, miszerint a random jelgenerálást meg lehet oldani dispenserrel és pókhálóval. És igen. Csak hogy Sirius ennél nem ment tovább, tehát mi most ezt úgy, tehát annyival megyünk tovább, hogy a Sirius féle módszerben kiadott egy idő után egy random jelet, most is egyszerének tűnt, de most azt mondta, hogy Pali, és most ő. Jelet, mivel kaktuszra meg semmisülnek az üllők, és megint resetelhetjük az egészet ezzel a gombbal. Tehát a Sirius féle verzióban csak annyi volt, hogy kiadott egy random jelet, és utána kiadta az összes többit is. Amit ezt tud, az hogy egyrészt, mérestem le, hogy egyrészt ugyebár a random jelet csak egyet fog kiadni, és utána ezt egyből resetelhetjük is. Na, és akkor kezdjük is el megépíteni. Elmegyünk pár blokkot. Odébb, és itt elkezdem megépíteni a szerkezetet. Na most ez a szerkezet ide elejére, ez a nagy kőlap, hát ez nem szükséges, de nagyon nem. De hát mindegy, tehát nem ez a lényeg. Na most a szerkezet azon alapszik, ugye, hogy a pókhálóból jelentősen random időközönként fognak kiesni cuccok. Tehát teljesen random. És ha meglátjátok, ugye négy darab dropper van, előttük pókháló, és ezek nem ugyanolyan sorrendben esnek ki, hanem mindig más, ezeket így előre nézve helyezzük le. Sajnos muszáj köztük kettő darabjuknak lenni, majd később meglátjátok, hogy miért. Reméljük most már nem fog csúszni a hangom, mert most már új frapsen van, ami nem osztogat szét külön. Pókhálókat is letesszük, de dispenser elé. Ezekben fognak ugye az itemek leesni, majd a diszpenzereket később feltöltjük. Ezek alá szükségünk van kaktuszra és egy tripwire-re. Tripwire az egy igen ritkán használt eleme a játéknak, valljuk be őszintén. Homok itt. Ezt ráteszük oda, azt majd leesik, és akkor nem kell izélni. Akkor biztos alatta lesz. És rá... Hát nem igaz. Nem hiszem el. Jó. Szóval, és rájuk kaktusz, ami majd ugye megsemmisíti az itemeket, mert ne lógjanak ott össze-vissza.
Kaktuszok fölé kell egy... egy adag tripwire. Ami ugye érzékeli, mikor leesik az adott item. És akkor ide rögzítjük őket. Ide. Ide, amit tudni kell, hogy a tripwire-ök szerintem enyhén érdekesen működnek, nem buk, hát ez így lett beprogramozva, de aztán érdekes. És nem így kéne, mi szerint, mindjárt megmutatom, hogyha ide megyünk bele, akkor majd most egyelőre jel nincs, de hát kattanás, akkor nem ad jelet. Tehát a kampóban nyugodtan áldogálhatunk, amint a középső blokkra megyünk, ad jelet is. És itt nyugodtan mászkáltunk, itt nem. Tehát ezért kell a középsőnek lenni a kaktuszoknál. Na, akkor most a diszpenzereket be kell, hogy kössük, ezt elég egyszerűen meg lehet oldani, mert diszpenzerre szerencsére lehet redstone-t rakni. És akkor ide leteszünk egy gombot. Most minden diszpenzer aktiválódik, ha megnyomjuk a gombot, egyelőre még nem történik semmi. Na most ide a diszpenzerek mellé szerintem akár célszerű is lehet letenni ezeket a kis merevítő bordákat, de hogy biztos ne menjen mellé az a kidobott item, de én igazából most erre lusta leszek. Meglátjuk, hogy hogy fog ez úgy működni, szerintem ezt bárki meg tudja építeni saját magához, és nem kell ahhoz redstone tutorial, hogy ilyen bordákat tegyünk oda. Na, hát akkor ide jöjjünk is, és szedjük le a jeleket, hát ugye ide teszünk egy-egy redstone-t minden tripwire mellé. Na most, amit ugye egyszer, most hát akkor... Ugyebár ezzel azt értük el, hogy először egy-egy idő után ez, vagy hát egy idő után jelet kap az egyik, aztán egy idő után a másik, aztán egy idő után a harmadik, de egy idő után mindegyik jelet fog kapni. És valahogy el kéne dönteni, melyik volt az első, és hát erre van egy nagyon jó kis módszer, ami ez játékban szintén nem sokszor használt, repeater lokkolás. Szerintem legalábbis nem használjuk sokszor a repeater lokkolást. Na most ugye itt egy repeater, és mindegyiket lokkolni tudjuk. Most ha lelokkoltam ő, ugye repeatert lokkolni egy repeater bekötésével lehet, repeaternek jelet pedig így lehet csak adni, és itt jön azok, hogy miért kell két blokkra tenni egymástól ezeket, ugyanis egy repeaterbe bele kell vezetni egy repeatert, és abba egy élet innen. Úgyhogy máshogy ezt sajnos nem lehet eladni, mint hogy két blokk hely legyen a repeater, és a két repeater, és ebből adódóan ugyebár a két diszpenzer között is célszerű. Ott már nem kötelező, de szerintem így még mindig kompaktabb, mintha nem hagynánk. Na most. Itt teszünk redstone-t. Végig tovább visszük. És itt akármelyik repeater ad jelet, az az összes repeatert le fogja zárni. Amiből az fog következni, hogy az aktív repeater örökre aktív marad. Hát, na jó van. Most ez nem lesz random, de nem random kisorsoltam Pistát. És hát láthatjátok, hogy az a jelet kapott, mindet lezárta, és mindegyik jel alatt van. Szóval ezt itten hogyan reseteljük? Na most a resetre vannak itt ezek a pisztonok, és azért vannak itt ezek a blokkok, amiken a redstone jel fut. Na most, ugyebár
Így is ugyanaz fog történni, hogyha ő itt jelet kap, tényleg mutathattam volna ezen is, ha ő itt jelet kap, akkor szépen ő aktívan, többiek passzívan zárva maradnak. Viszont hogyha én ide teszek egy blokkot, akkor elzártam a jelet onnan is, itt ennél is ugyanez a helyzet, hát blokkokat pisztonokkal lehet mozgatni, a pisztonok által mozgatott blokkokat szeretem ilyen más színű blokkkal jelölni, úgyhogy azzal fogom. Ide is teszünk egy elzárást, és ezek tetejére pedig pisztonok fognak kerülni, méghozzá sticky pisztonok. Azért teszem rá ezeket a blokkokat, hogy a sticky pisztonokat el tudjam normálisan helyezni. Tehát sticky piszton. Most, hogyha ezek a sticky pisztonok jelet kapnak, akkor mindegyik lehúzódik, vagy illetve letol, és jel alatt lesznek. Na most kíváncsi vagyok, hogy itt működik-e. Az előzőnél azért kellett ilyen bonyolultan bekötni, mert hogyha azt a módszert használtam, ami a legegyszerűbb és leglogikusabb lenne, azaz itt fölöttük elvezettek egy redstone jelet, akkor a legszélső piszton valamiért úgy döntött, hogy ő most bat switchként fog viselkedni, és nem húzódik vissza, amíg ki nem ütöm a redstone-t. Mindjárt megnézzük, hogy jelenleg van-e ilyesféle probléma. Hát, igen, van. Ha! Na jó. Hát ez érdekes. Nem tudom, ezt nem tudom mire vélni. Mindegy. Most meg az a kettő. Szóval, igen. Tehát ez a módszer, ez előbb sikerült, de nem. Nem túl biztos, úgyhogy ezeket kicsit bonyolultabban kell sajnos bekötni, de hát igazából ez sem. Nagyon örülök neki. Ez sem lesz túl nehéz, csak hát ez is szép, csak sokkal szebb és egyszerűbb. Pisztonokon fönt hagyjuk a blokkokat, nem tudom miért ütöttem le. Mindegyikbe belevezetünk egy... Bocsát, egy repeatert. Lehet, hogy lehetett volna egyszerűbben is, de mindegy, nekem ez tökéletes. Miért magasabb ez sokkal, mint az? Ja, igen, itt levezette volt, itt a... Erről ide kaptam a jelet, és nem ide. Igen, jó, értem. Ez egy ilyen magasabb lett, de egy ilyen rövidebb. Na. És hogy a resetet... teljes mértékben az elejéről lehessen egy redstone jelet lopunk, és ide csatlakoztatunk. Na most ugye ide teszünk egy repeateret, hogy biztos elég legyen, és akkor minden pisztont bekötünk. Itt teszünk redstone-t, és ide nem redstone teszünk, mert ugye akkor kapcsolódik, és minden egyes resetnél jönne még egy sorsolás, amit nem feltétlenül szeretnénk, és most elvileg, ha ezt a gombot megnyomom, akkor lehúzódnak, fölhúzódnak. Tökéletes. Most már csak ugye a kijelzés kell, mert most már van egy aktív és három passzív repeaterünk, amit aztán resetelhetünk is, ezt pedig ezekből a blokkokból való redstone jel kivezetéssel lehet megoldani. Ugyanakkor, hát látjátok, hogy ez összeköt. És hát, ha ez összeköt, akkor ha itt kap jelet, akkor is jelet fog adni ez. Épp ezért ide teszünk egy blokkot. Mert ugyebár ez a repeater, ez a blokkot is ellátja, ami ellátja ezt a redstone. Tehát, ha én ide jövök, akkor ugye mindegyik lokkolódott, és itt van csak jel. Ha pedig megnyomjuk a reset gombot, akkor le a piszton, föl a piszton, és ez elég ideig volt ott, hogy ne kapjon jelet, töltsük föl a... igen, ugye vagyok. Csak innen lehet föltölteni, mert ugye fölül... Hát vagy mondjuk alulról föl lehetett volna. Most csak egy stack üllőt teszünk bele.
Nem akartam venni, mindegy. És hogyha... várjunk, hát valami... nem kell, de... teszünk ide most pisztonokat. Kivezetésnek nem fogok command blokkokkal szórakozni. Ha minden igaz, egy piszton fog kitolódni. Miután megnyomom ezt a gombot, és reméljük, hogy az, hogy a falak nincsenek ott, nem fogja befolyásolni a blokkok terjedését, és aktiválni fogják. Ezért nagyon ritkán természetesen előfordulhat, hogy kettő vagy akár több üllő is egyszerre esik le. Együtt kell vele élni. Igazából szerintem nem olyan borzasztó dolog az. Mindjárt leesik, szerintem ő fog egyből először leesni. Igen, kicsit bugosan néz ki, meg kicsit laggol, de tényleg nyertem. Ő nyílt ki először. Nem, tehát ez semmi jóslás, nem, tehát semmi logikus kikövetkeztetés nem volt. Reset helyük, és minden piszton behúzva van. Hát jó, most itt command blokkokkal helyettesítettem, de hát bármi mással helyettesíthettem volna, na, csak sikerült. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis videó. Szerintem ez sem egy túlzottan bonyolult szerkezet, hogyha az ember Adventure Mapon játszik, vagy nem játszik, hanem Adventure Mapot szeretne esetleg építeni, akkor kifejezetten hasznos, ha tud egy random jelet. Természetesen egy pókhálóval is lehet, nem tudom miért használunk két pókhálót. És, hát igen. Survivalben szerintem mindezt a countert sem fogja senki megépíteni, és ez sem. De... Pókhálót lehet mondjuk Survivalba beszerezni, úgyhogy ha akarja az ember, akkor megépítheti. De őszintén szólva ez akkor is Adventure Mapoknak. Természetesen négynél lehet többet, csak arra kell figyelni, hogy ezek ugye a diszpenzerek egyszerre kell, hogy kidobják. Tehát 15 blokk hosszan tud vezetni egy redstone. Ugyebár a gombot tehetjük középre, akkor mindkét irányba 15 blokknyira tud elmenni a jel, azaz 30 blokk széles lehet, és mivel 3 kell per diszpenzer, ezért ez 10 darabot jelent, ha minden igaz, természetesen lehet, hogy nem jön ki 10-re. A különféle... de kijön ez 10-re, tehát elvileg ez 10 esélyes lehet maximum kihúzni. Na, de most már tényleg köszönöm a figyelmet, és akkor sziasztok!